Kemény és vadmeccsek színtere volt szombaton a 60-i jégpálya, ugyanis megrendezték az 5. amatőr kispályás jégkorongbajnokságot rajta. Összesen 7 csapat versengett egymással, az ország több pontjából érkeztek játékosok a tornára. A résztvevők egész nap mindent beleadtak a meccsekbe, a sportot szenvedéllyel és jó hangulatban űzték. Menczel János a 60-i vadtulkok csapatát képviselte, immáron 5. éve vesz részt a tornán. Mint mondta, a jégkorong összehozza az embereket, és véleménye szerint az egész jégpálya szezon nagyon jól sikerült. Szerintem nagyon klassz volt. Rengetegen eljöttek korcsolyázni, rengeteg olyan ember megszerette a korcsolyázást és a jégkorongot, akik eddig nem. Úgyhogy én abszolút pozitívan állok ehhez a dologhoz a jövőre nézve. A püspökladányi pingvinek és visszajáró csapatnak számít a bajnokságon. Daróczi Zsolt, a püspökladányi jégkorong egyesület alelnöke elmondta, városukban régi hagyománya van a jégkorong sportnak. A régi fagyos téli időjárásban a közeli tavakhoz jártak ki jéghokizni a sport szerelmesei. Manapság Berettyóújfaluban edzenek heti 2-szer, és ezt a tornát is nagyon várták már a csapattal. 3 éve veszünk részt ezen a tornán. Minden évben, évről évre úgy gondolom, hogy egyre színvonalasabb ez a torna. Mindig visszaválnak minket. 3 éve elsők lettünk. Az azt követő évben nem jött úgy össze, akkor 4. helyezést értünk el. Az idei torna az úgy néz ki, hogy eddig 4-5 mérkőzést játszottunk, 2-t elveszítettünk, és 3-at pedig győztünk. Az utolsó meccsen áll vagy bukik, hogy meg lesz-e a bronzérem. Megpróbáljuk kihozni a maximumot. 60-ban országos szinten is nagyon erős a jégkorongsport népszerűsítése és gyakorlása. Olyannyira, hogy a már évek óta stabilan fejlődő 60-i gigászok gyermek jéghokisainak szülei is kedvet kaptak a sporthoz. A feláldozhatóak csapata olyan apukákból alakult, akiknek gyermekei jégkorongoznak. Ugye a gyerekek is jégkorongoznak, és ez hozta meg a játék szeretete, hogy mi már ugye nem számítunk, csak amatőrbe nyomjuk, de a játék. A torna győztese végül a Pusher csapata lett, míg a 2. helyen a Vakundok végeztek. A bronzérmesek a püspökladányi pingvinek lettek, a bajnokság gólkirálya pedig Valentinyi Dávid lett 22 góllal.